Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Év végén, december 16-án Pintér Sándor belügyminisztertől kapta meg fél évre a tiszatavi miniszteri biztos tisztséget. Számította rá, és mit jelent a tisztató miniszteri biztosának lenni? Hát, igen, számítottam rá, hiszen ez nem váratlanul ért, hiszen ennek a kinevezésnek előélete volt, és erről sokat beszélgettünk. Ez egy feladat. Egy olyan feladat, amit eddig is végeztem, hiszen aki látja a munkámat, akár a Facebook oldalamat nézi, az látja azt, hogy nagyon sokat foglalkoztam akár megyei elnökként is a Tiszatóval, hiszen a régió legnagyobb turisztikai látványossága és legnagyobb vonzereze a Tiszató. De a Tiszató nem csak turizmusból áll, hanem vízügy, árvízvédelem, öntözés, a mezőgazdasági öntözés, a természetvédelem, környezetvédelem, tehát egy nagyon összetett tájegység a Tiszató, és ennek az összehangolásában nagyon sok feladat van, hiszen sokszor jártunk úgy, hogy akár a természetvédelmi érdekek, a vízügyi érdekeket háttérbe szorították, vagy a vízügyi érdekek, a mezőgazdasági, az öntözési érdekeket, vagy volt konfliktus a horgászok és a motorcsónak tulajdonosok között. Tehát ezt a munkát koordinálni kell, és Pintér Sándor belügyminiszter úr úgy döntött, hogy engem kér fel arra a feladatra, hogy ezeket a különböző és széttartó érdekeket egységbe kovácsoljam és koordináljam ezt a feladatot. Én nagy örömmel végeztem, hiszen ezt a feladatot, mint ahogy már mondtam, évek óta nagy örömmel teszem, csak most kaptam hozzá egy kinevezést, ami igazából sokat nem változtat a dolgon, csak a kormányzat részéről is van egy lehetőség, hogy hivatalosan én végezzem ezt a munkát. Picit a témához kapcsolódva, az elmúlt hétvégén került sor. Az új év, illetőleg a vízkereszt miatt egy tisztatavi csobbanás elnevezésű programra, amelyen képviselő úr is részt vett. Mi a fő célkitűzése, mi volt ennek az eseménynek, és hogyan értékeli, hogyan zajlott? Hát ez egy Magyarországon egy extrém dolognak számít, de Európában nagyon sok részén, akár Kelet, akár Dél-Európában, akár tőlünk délre is nagyon sokan vízkeresztkor egy ilyen rituális fürdést végeznek, és én nagyon örülök, hogy ez teret nyert itt a környéken is. És hát Tiszafüreden terveztük ezt, hogy csobbanunk egyet a vízkereszthez köthető időpontba. Én talán 10-12 éve már kipróbáltam ez a légbe való merülést, és közhelynek számít, hogy minden fejbe dől el. Tehát az ember, hogyha elhatározza, hogy megcsinálja és meg tudja csinálni, akkor megcsinálja ezt a vízbe merülést. Én háromszor merültem a víz alá, nem állítom, hogy ez egy nagyon jó érzés, de amikor már kijön az ember és megtörölközik, akkor ez egy csodálatos érzés. Immunerősítő is, és hát látszik a médiából, hogy fel tudtuk hívni a térségre a figyelmet, hiszen a Magyarország vezető médiái ebben az időszakban, ebben a január elejé időszakban foglalkoztak a térséggel, a Tiszatóval, az itt élő emberekkel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó figyelemfelhívás is volt, amellett, hogy meg vagyok győződve, hogy immunerősítő hatása is volt ennek a merülésnek. És örülök neki, hogy majdnem 100-an voltunk, és örülök annak, hogy Tiszafüred polgármesterét is rá tudtam venni, és utólag azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt. És bízom benne, hogy a jövő évben akár több karcagival, hiszen karcagiakkal is találkoztam, nagyon örömmel szolgált, és több karcagival, több környékbelivel tudjuk ezt jövő év elején megtenni, hiszen az egészségünknek is jót tesz, és felhívja a figyelmet arra, hogy érdemes idejönni az Alföld közepére. Térjünk át a térséget, illetőleg a városunkat érintő kérdésekre. Évvégén a Városházán egy sajtótájékoztató keretein belül Szepesi Tibor városvezetővel képviselő úr a beruházásokról, fejlesztésekről beszélt, a már elkészültekről, illetőleg a folyamatban levőkről. Emeljünk ki néhányat, számos területen vannak fejlesztések, nyilvánvaló, de mi az, ami elsősorban és talán a legfontosabb részben érinti a térséget, illetőleg Karcag városát?
Hát én, aki foglalkozok a beruházásokkal és a fejlesztésekkel itt Karcagon, én is sokszor esek abba a hibába, hogy kifelejtek valamit, hiszen nem tudom felsorolni, olyan sok fejlesztés történt itt Karcagon és a térségben. Ha csak belegondolunk abba, hogy az ősz folyamán új parkolók lettek átadva, épülnek a kerékpárutak, és hát van, aki kritizálja a kerékpárutakat, de még nem lettek átadva. De látjuk azt, hogy megduplázódott a gépkocsi forgalom Karcagon, nagyon sok kerékpáros van, iskolába menő gyerekek, szülők, akik viszik a gyerekeket kerékpárral, gyermekek, biztonságos közlekedést kell nekik biztosítani, és örülök annak, hogy Karcagon egyre jobban bővül a kerékpáros hálózat. Tehát biztonságos lesz a Széchenyi sugárútról bejönni a központba, a piacnál nem kell kerülgetni a kerékpárosokat az autósoknak, a Madarasi úton, Kisújszállási úton hozzá fogunk kezdeni tavasszal a Kisújszállási úti kerékpárút felújításának is. Ezek a kerékpárút felújítások. De hát vannak hatalmas dolgok is, hiszen polgármester úrral megemlítettük, hogy megy a tervezése a Ligetben, a karcagi Ligetben lévő futballpálya környékének egy komplex sportfejlesztésének. Ez egy sportközpont lesz, ahol akár még küzdő sportoknak, labdajátékoknak lesz edzési lehetőség. Folytatódni fog a Sámán dob, hiszen talán jövő héten, vagy utána való héten a munkaterület átadása megtörténik. A milánói pavilon egy olyan látványossága lesz Karcagnak, ami ide fogja vonzani a turistákat, az érdeklődőket. Kész van már műszakilag az úgynevezett pumpapálya a Ligetben. Ez egy kerékpár pálya, egy olyan kerékpár pálya, amit fiatalok, idősek használhatnak, akár versenyeket is rendezhetnek. Közép-Európa egyik legjobb ilyen típusú kerékpárpályája fog megépülni. A Rónai Malomnak a felújítása megtörténik, a Volán telepnek a teljes rehabilitációja a fürdővel szemben, és egy olyan szabadidő, kikapcsolódásra lehetőséget adó liget fog létrejönni, ami azt gondolom, hogy párját titkítja Karcagon. És hát ami a legfontosabb, a sportcsarnok, az új sportcsarnok építése. Egy olyan sportcsarnok fog épülni, amely az elkövetkezendő 50 évben kiszolgálja minden fiatalt, minden sportolásra vágyót, hiszen a Tesco mögötti területen épülő sportcsarnok egy olyan sportcsarnok lesz, ahol akár a torna, akár a küzdősportok, akár a teremjátékok helyet kaphatnak, és a felső szinten egy kézilabdapálya méretű küzdőtér lesz lelátóval. Én azt gondolom, hogy Karcag városa már megérdemelte az ilyen típusú beruházást. És ez csak az egyik része, hiszen a munkahelyteremtő beruházások is indulnak, hogyha csak néhányat emelünk ki. A recipet fejlesztése tovább fog fejlődni, állami támogatást kapott a tulajdonos arra, hogy továbbfejlesz a műanyag feldolgozót. A Penny Marketnek a raktárbázisa, a Reve Bar raktárbázisa már a befejezéshez készülődik, dupla lesz a raktármennyiség. Az AgroSprint hatalmas fejlesztése is most már látványos mértéket öltött. A kisföldek közötti, vagy a vasútnál lévő betonüzem is fejlesztésre fog kerülni. Azt gondolom, hogy rakétasebességgel lőtt ki Karcag a fejlesztések területén, és ez köszönhető mindenképpen azoknak az embereknek, akik sokat tettek Karcag város fejlődéséért. Varga Mihály pénzügyminiszter úr, dr. Fazekas Sándor miniszter úr, Szepesi Tibor pedig egy jó menedzser képességeivel, és látszik, hogy sportoló volt és közép-hosszú távfutó, tehát a kitartása nagyon dicséretes, és ez meg is látszik ezekben az eredményekben. Nem csak a város és a térség fejlődik rohamosan, hanem Magyarország kormánya is az elmúlt hónapok alatt több ponton számos intézkedést hozott, vezetett be. Emeljük ki a legfontosabbakat. Hát a legfontosabb az, hogy amit mondanak az idősek, hogy a van, az sosem baj. És én életem során nem nagyon emlékszem olyan időszakra, amikor a magyar állam pénzbőséggel rendelkezett. Tehát olyan jól gazdálkodtak, és a világgazdaság, a magyar emberek teljesítménye olyan jól összeállt, hogy
plusz pénzek keletkeztek a magyar gazdaságba. Ez meglátszik a kormányzati intézkedésekben, hiszen visszavásárolta a magyar állam az eddig eladott aranytartaléknak a jó részét. Tehát tudjuk azt, hogy biztonságban vagyunk, hiszen a Nemzeti Bank aranytartaléka megtöbbszöröződött. Az államháztartásban hatalmas összegek vannak, és annak ellenére, hogy a koronavírus járvány sújtotta az egész világot, problémák merültek fel nagyon sok országba, nagyon sok gazdaságba. Az Európai Unió gazdaságát is visszavetette, ehhez képest Magyarországnak a tavalyi évben a GDP-je bőven 6% felett bővült. És a kormányzatnak nagyon helyes az a döntése, hogyha több pénz van a gazdaságba, több pénz áramlik az államhoz, akkor ebből a lakosok is részesüljenek. Azok az emberek, akik megtermelik ezeket a jövedelmeket. Hiszen a 25 év alattiak SZIA mentessége, a családoknak a személyi jövedelemadó visszatérítése ebben az évben, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíja, a tavalyi nyugdíjprémium, a beruházások. Én azt gondolom, hogy évek óta vártunk arra, hogy egyszer Magyarországon is jó legyen a gazdasági helyzet, és hogyha körbenézzünk a környező országokba, ahol elszabadultak az energiárak, ahol többszörösére kerülnek a rezsiköltségek, a villanyáram, a gáz áram, a tűzifa ára, én azt gondolom, hogy Magyarország egy olyan hely, egy olyan sziget, ahol megfékezte a kormányzat a rezsiárak növekedését. Biztos sokan látták azt, hogy Németországban volt egy olyan videó, hogyha nem lesz áram és nem lesz gáz, akkor egy virág cserébe, tehát mécsessel fűtsön az egyedülálló idős nyugdíjas otthon. Ilyen felhívás, ilyen videókat tettek közé Németországba, és jó érzés az, hogy Magyarországon nem fenyeget ilyen energiaválság a kormányzatnak köszönhetően. És hát látjuk azt, hogy folytatódnak az állami beruházások. Jövő hónapban át fogjuk adni a 4-es Szolnokot elkerülő szakaszát, tehát ez a Tiszapüspöki Törökszent Miklós nyugati csomóponttól teljesen Budapestig 4-sávos autóúton lehet közlekedni, és folytatódni fog Karcag irányába is a fejlesztés. 35 kilométerre került most már a 4-sávos 4-es Karcagtól. Aki Budapestre jár, az érzékel az, hogy milyen jó dolog az, milyen gyorsan fel lehet jutni már Szolnoktól Budapest irányába, és ez folytatódni fog Karcag irányába is. Képviselő úr, hogyan látja ma Magyarország aktuális politikai helyzetét? Hát az én helyzetemből elég nehéz megállapítani, hogy milyen az aktuális helyzet. De amit egy karcagi lakos, egy országgyűlési képviselő akár a világ mozgásairól, a világgazdaságról tud látni, azt látom, hogy Magyarország most jó helyzetben van. Jó helyzetben van gazdaságilag, hiszen folytatódnak a beruházások. Hetente jelentenek be hatalmas beruházásokat Magyarországon. Épül az infrastruktúra. Az a felzárkózás, amire 30 esztendeje várunk, hogy a nyugathoz fel fogunk zárkózni, az azt látom, hogy most rohamléptekkel történik. A családok anyagi biztonsága javul, az életlehetőségek javulnak, ha legyőzzük a koronavírus járványt, akkor már csak arra kell törekedni, hogy pörgessék a gazdaságot, hogy dolgozzunk, hogy építsük ezt az országot, és azt látom, hogy a fiataloknak is van jövőjük, hiszen egy fiatal pár összeházasodik, gyermeket vállal, olyan sok lehetősége van a csók, az egyéb támogatásokkal elindulni az életben, ami a családalapítást is megkönnyíti. És hát valljuk be őszintén, egy országnak akkor van jövője, ha vannak gyermekek, hogy a családok bátran tudnak gyermeket vállalni. És azt gondolom, hogy Magyarországnak van jövője, és a családoknak is van jövője. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!